Két hét szünet után alig több mint 24 óra alatt két bajnoki meccset is játszott a nyíregyházi együttes. Az MTK elleni találkozón a hazaiakon még látszott a kihagyás hatása, a fővárosiak egy szettet elvettek a Fátumtól, és két játszmában is 23 pontig jutottak, de végül 3-1-re győzött Németh Szabolcs együttese. A másnapi miskolci mérkőzés már simább volt, a DVTK-tól 3-0-ás siker után távoztak Lakom Zsófiáék. Az első mérkőzés az igen, azt mondhatom, hogy nehezebb volt, mert a lányoknak is meg kellett találni azt a ritmust, mind koncentrációban, mind játékterén, ami ugye az előző két hétben kiesett, mert azért mégiscsak be vannak állítva ők heti rendszerességgel, hogy tétmérkőzéseket játszanak, amikor ráadásul pont mérkőzés előtt jön egy olyan hír, hogy mégse tudjuk lejátszani a mérkőzést, akkor akarva akaratlanul a szervezet így kikapcsol, és akkor azt azért nehéz újraindítani ilyen profi szinten. Hál' Istennek ugye a második mérkőzésre már ők is megtalálták azt a ritmust, ahogy mondtam, mind koncentrációban, mind a játék elemek tekintetében, és az már egy pofásabb mérkőzés volt. Úgy állítjuk be a hetet, és általában ezek a lemondások nem feltétlenül mindig hetekkel előtte érkeznek, tehát most a szerencsénk a szerencsétlenségben, hogy már azért most látjuk, hogy nagyjából, hogy a egy hét múlva esedékes, vagy két hét múlva esedékes, bocsánat, vasas mérkőzés valószínűleg nem kerül megrendezésre, mert szegények nincsenek abban az egészségügyi állapotban, ami ugye lehetővé tenni a mérkőzés lebonyolítását. Most erre már úgy készülünk, hogy valószínűleg az nem lesz, de például a Balatonfüred előtt 24 órával még nem tudtuk, hogy lesz-e mérkőzés vagy sem, akkor még egyszer mondom, az ott a szervezet azért úgy van beállítva, hogy játék, 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 és egyszer csak jön a hír, hogy nem, akkor úgy leenged, és akkor azt fokozatosan kell visszaépíteni. Ez még az MTK meccsen azért úgy nem látszódott, hogy jó lenne, de már még egyszer mondom, a vasárnapi DVTK meccsen akkor már tényleg oda tették magukat. A nyíregyháziak szombaton Kaposváron lépnek pályára, jövő szerdán pedig CEF Kupa mérkőzésre a fehér orosz Mincsánka Minszk érkezik a Continental Arénába. Minden mérkőzés számunkra nagyon-nagyon fontos, mert minden megszerzett pontnak nagyon nagy értéke van. Azért látjuk, hogy a tabella eleje is nagyon kiélezett, akár egy-két ponttal mennek egymás előtt csapatok. De igen, tehát ezek most rangadók lesznek. Mind a kaposvári mérkőzés, azért itt az első mérkőzésen egy nagyon szép játékkal sikerült őket megverni. Ez a célunk ott is. Szeretnénk felülkerekedni rajtuk. Utána meg jön egy úgymond videókról ismert, de amúgy ismeretlen röplabda, a szerdai fehér orosz röplabda, akik az orosz bajnokságban játszanak. Megpróbálunk belőlük is a lehető legjobban felkészülni és a legjobb formánkat hozni, mert ahhoz a mérkőzéshez tényleg a kaposvári mérkőzés és a szerdai CEF Kupa mérkőzés, de a legjobbunkat kell nyújtani, hogy partiban legyünk és győzelemmel fejezzük be a meccset. Az Extraliga tabelláját a Békés Csaba vezeti 6 mérkőzésen aratott 6 győzelmével, az 5-1-es mutatóval álló Nyíregyháza előtt. A Kaposvár 3 győzelemmel és 3 vereséggel a 4. helyen várja a következő fordulót.